gitárkísérettel énekelte a család a születésnapi köszöntőt Marika néninek. A 90 esztendős Reznák Mihálynéhoz azonban nem csak a szerettei érkeztek meglepetéssel. Hegedűs Ágota ajándékcsomaggal, virággal és oklevéllel kívánt boldog születésnapot. Szeretném átadni ezeket az emléklapokat, amely az ön nevére lett kiállítva. Az egyiket Orbán Viktor miniszterelnök úr írta, a másikat egy Takács László polgármester úr. Isten értesse sokáig. Marika néni 5 éve él a szociális otthonban. A dolgozók és lakótársai szintén kedvességgel halmozták el. Az intézmény vezetője azt mondta, Marika nénit nem lehet nem szeretni. Példaértékű, azzal a szeretettel, azzal az elfogadással, ahogy beköltözött hozzánk, és amilyen szeretettel ennek a közösségnek a tagja lett. Marika néni dolgos, de szép évtizedeket tudhat maga mögött. Egész életében a földeken dolgozott, még nyugdíjas éveiben is sokáig kertészkedett, imádja a növényeket. Azt mondja, a hosszú élet titka a munka és a pozitív gondolkodás. Dolgozni kell, és nem abba kell törődni, hogy mi történt, hanem abba, hogy hát mi jön, miben foglalkozok, hova. Én nem tudtam 2 percig együtt ülni, hogy elvizé van, még akkor is mindig. Szerettem páromászni, meg szaladgálni a gyerekekkel. 3 gyermeke született, 7 unokája és 5 dédunokája van. A születésnapra többen közülük verssel is készültek. Nem is kívánok én élettel egyebet, csak hogy nagymamámat az Isten tartsa meg. Marika néni nagyon szeret a szociális otthonban élni. Azt mondja, imádja a közösséget. Összejövünk és beszélgetünk és énekelünk, utazolunk egy kicsit. Ez nagyon sokat él, és hogy jók hozzánk. A születésnapról a gyönyörű virágok, és természetesen a torta sem maradhatott el. Mi vágyunk, hogy legyen még.